Köszönjük azt, Uram, hogy a Te jelenléted az nem az érdemeink miatt érhető el, és a Te szeretetedet nem tudtuk semmivel kiérdemelni. Uram, köszönöm Neked azt, hogy szeretsz bennünket, és ezért odaadtad értünk a Te fiadat, a Názareti Jézus Krisztust. Uram, köszönöm azt, hogy Ő volt az, aki minden büntetésünket magára vette. Uram, köszönöm Neked azt, hogy minden ítéletünket, minden átkunkat, a bűneinknek a súlyát, következményét, terhét. Ő elviselte, és elhordozta. És köszönöm, Uram, azt, hogy emiatt a tény miatt mi szabadok lehetünk. Uram, köszönöm azt, hogy nem átkozottak vagyunk, hanem áldottak. És köszönöm, Uram, azt, hogy nem ítéletre váró emberek vagyunk, és nem olyanok, akiken az ítéletet éppen végrehajtják, hanem olyan emberek lehetünk, Uram, akik felszabadultunk, a bűneiknek a terhe és a súlya alól. És Uram, én imádkozom azokért, akik úgy vannak itt most, hogy nyomja őket a múltjuk, a terhe, a bűneiknek a súlya ott van a vállukon, és nehezen tudnak hozzád lépni. Uram, kérlek téged arra, hogy a te szereteteddel te látogass meg most őket, és vegyél rá minden súlyt az ő vállukról, minden terhet, Uram. És kérlek téged, hogy tegyél bizonyságot az ő szívükben a te keresztedről, arról, ami ott történt, Jézusnak a haláláról és az ő feltámadásáról. Uram, köszönöm, hogy a bűnt, ami az ellenségünk volt, ami tönkretett bennünket, és ami a mai napig tönkre akar bennünket tenni, te legyőzted. És köszönöm, Uram, azt, hogy ez a győzelem, ez a mi győzelmünk is. Uram, köszönöm azt, hogy Jézus Krisztus miatt mi is győztesek lehetünk. Uram, köszönjük ezt neked, és hálásak vagyunk neked ezért. Uram, köszönöm neked a te beszédedet, ami élet és szellem, ami hiszük, hogy ma délelőtt is kimegy, és hisszük azt, Uram, hogy gyümölcsöt terem az életünkbe. Uram, köszönjük neked a Te beszédedet, ami képes arra, hogy az egész sorsunkat megváltoztassa és átalakítsa. Uram, hiszük azt, hogy a Te beszédedben természetfeletti hatalom van. És kérjük azt, Uram, hogy ma is kent fel a Te beszédedet, a Te igédet, a Te kijelentésedet, hatalommal erővel. Uram, szükségünk van arra, hogy szólj hozzánk. Uram, szükségünk van rád. Uram, azért jöttünk ide, hogy veled találkozzunk. Azért jöttünk ide, hogy halljunk szót a szádból. Azért jöttünk ide, hogy valódi közösségben legyünk veled. Uram, köszönöm, hogy te azt mondtad, hogy eljön az az idő, és az most van, amikor az Atya olyan imádókat keres, akik őt szellemben és valóságosan imádják. Uram, köszönöm, hogy mi vagyunk ezek az emberek. Uram, köszönöm azt, hogy most, ahogy imádunk téged, egyéb válhatunk te veled. Uram, köszönöm azt, hogy minden, ami ehhez a földi világhoz, tapasztana bennünket, ami ide kötne bennünket, az most eltűnik. És köszönöm Uram azt, hogy azzal foglalkozhatunk, hogy mi hozzá tartozunk, hogy felülről születtünk, hogy olyanok vagyunk, mint Te, hogy Te vagy az édesapánk, hogy mi a Te gyerekeid vagyunk. Uram, köszönöm azt, hogy a Te jelenlétedben, a Te szeretetedet élhetjük át. És köszönöm Uram azt, hogy ez mindent felülír az életünkbe. Uram, hálásak vagyunk Neked ezért, és szeretünk Téged teljes szívünkből, Jézus Krisztusnak a nevében. Amen. Amen. Foglaljatok helyet! Én is sok szeretettel köszöntelek titeket ma dél előtt. Amikor fiatal voltam, vagy még fiatalabb, mint most, akkor mondjuk kamaszkoromban mindig megmosolyogtam azokat a pásztorokat, igehirdetőket, akiknek voltak kedvenc dalaik, amiket mindig bekértek az ige hirdetés előtt. És hogyha mondanék dalokat, akkor biztos, hogy tudnátok asszociálni néhány lelki pásztorra, igehirdetőre. Hogyha csak mondjuk azt mondom, hogy mint az asszony az ő ruhája szegélyét, akkor már is megjelenik előttetek valaki. Vagy ha azt mondanám, hogy fordítsd az orcát felém, uram, akkor is biztos, hogy eszetekbe jut valaki. Vagy hogyha azt mondanám, hogy szíved dobbanását hadd halljam. Vagy hogyha azt, hogy Jézus véred megtisztít, akkor pedig valószínűleg én fogok most már eszetekbe jutni. És tényleg most, ahogy így dicsértük az urat, rájöttem, hogy, hogy nekem erre szükségem van, mielőtt kiállok igét hirdetni, és azért, mert teljes szívemből hiszem, hogy azt, amit én természetes szinten tudnék nektek adni, arra nem biztos, hogy szükségetek van. Illetve arra gondolok, hogy, hogy, hogy ahhoz, hogy Istennek a munkája megtörténjen az életünkben, ahhoz nem természetes szintű dolgok szükségesek, hanem természetfelettiek. És én az én természetes lehetőségeimtől, származásomtól, tehetségemtől fogva nem tudok nektek mennyei dolgokat adni. Viszont amikor ezt a dalt elénekeljük, akkor mindig megemlékezem arról, hogy kegyelemből vagyok az, aki vagyok hogy Jézus Krisztusnak a vére váltott meg, és Jézus Krisztusnak a keresztje miatt születtem újjá, és én már nem az az ember vagyok, aki voltam régen, hanem az Istennek a gyermeke vagyok. Egyébként ez rád is igaz. És mivel ez így van, ezért tudom azt, hogy amikor ebből az identitásból tudom hirdetni az igét, akkor annak van értelme. És minden erről szól igazából az új szövetségben, és szeretnék is erről beszélni, mert azt látom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy ebben a hitünk újból és újból megerősödjön. Hogy ne a régi természetünkhöz, ne a régi identitásunkhoz kössük a sorsunkat, kössük a lehetőségeinket. Ne a régi identitásunknak és a régi természetünknek a lehetőségeink keresztül lássuk a jövőknek a perspektíváját, hanem azt, hogy értsük meg, hogy mit jelent az, hogy Krisztusban új teremtések vagyunk, és hogy Krisztusban valóban minden újjá lett. Az elmúlt héten a dicséretről volt szó, és Péter meg is kérdezte az elején, hogy hányan voltatok itt a múlt alkalommal. Én háttaláltam nektek, úgyhogy nem láttam a kezeket. Úgyhogy megkérdezem még egyszer, hogy ki az, aki itt volt múlt vasárnap? Jó, hát a többség. Ki az, aki nem volt itt? Akkor azt kérdezem meg. Vagytok néhányan? Jó, most kérem a kamerákat arra fordítani. Szóval a múlt héten a dicséretről volt szó, és az ige elején kicsit az előző rész tartalmából idézve, végig haladunk azokon a dolgokon, ami már a múlt alkalommal is elhangzott. Hányan emlékeztek, hogy mit mond a Zsoltár, illetve mit tanított a Tamás arról, hogy amikor az Istennek a jelenlétébe megyünk, akkor mi az első lépcsőfok, amit a Biblia javasol nekünk? A hálaadás, így van, a hálaadás. És mindegyik lépcsőfokkal, hogy összesen három ilyen lépcsőfokról volt szó a múlt alkalommal, szeretnék egy-egy új szövetségi igét is mutatni. És az első ilyen ige a Filippi 4.6-ban van megírva, ami úgy szól, hogy semmiért se aggódjatok, hanem imádságaitokban és könyörgéseitekben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. Én azt gondolom, hogy az új szövetségi dicséretben minden az Istennek a kegyelméről szól. Minden Jézus Krisztusról szól. És erről az ígéről is sokat hallhattatok már, és én is szeretném újból ezt megerősíteni bennetek. Néhány héttel ezelőtt az irodában, az asztal körül beszélgettünk erről a tényről, a béláékkal, és aztán a Feri is idézte ezt az egyik üzenetében, ami arról szól, hogy amikor Istennek hálát adsz, akkor igazából ez is az Istennek a kegyelméről szól. Mert euh, mik azok a dolgok, amikért hálás tudsz lenni Istennek? Hogy? Azokért a dolgokért, amiket megcselekedett az életedben, azokért a dolgokért, amiket már neked adott. Tehát a hálaadás az, és az egész dicséret nem arról szól, hogy az Istent megpróbáljuk manipulálni annak érdekében, hogy megtegye azt, amit mi szeretnénk, hanem a hálaadás és a dicséret és az imádás is mind a három lépcsőfok az Istennek a kegyelméről szól, és az Istennek a kegyelmét hirdeti. És amikor én hálát adok azokért a dolgokért, amiket Isten nekem adott, akkor rögtön fölvetődik bennünk a kérdés, hogy de hát miért adta volna Isten nekem ezeket a dolgokat? Most, amikor a gyűjtés is volt, és elmondtuk ezeket a megvallásokat, nagyon-nagyon jó volt, szinte hallottam azt, hogy sokatoknak a fejében talán azok a gondolatok zakatolnak, hogy de miért áldana meg engem az Isten? Miért viselne rólam gondot? Mivel szolgáltam rá arra, hogy az Isten engem megsegítsen? Hogy, hogy az ő gondoskodását, az ő szeretetét az élet minden területén nekem adja. És igazából erre a dologra egyetlen egy jó válaszunk van, hogy Jézus Krisztus miatt, a kereszt miatt, nem az érdemeinkből, nem az érdemeink szerint. Mm. És amikor megérted azt, hogy Isten mit adott neked kegyelemből, akkor ezeket a dolgokat tényként elfogadod, hálás vagy ezekért a dolgokért, és akkor már nem arról szól a hálaadásod és a kívánságaidnak a feltárása Isten előtt, hogy megpróbálod kisajtolni Istenből azt, hogy megsegítsen téged, hanem elkéred azokat a dolgokat Istentől, amik már a tieid Jézus Krisztusban. Azt mondja a Szentírás, hogy aki Jézus Krisztust nekünk ajándékozta, mennyei atya, hogy ne ajándékozna vele együtt nekünk mindent. És igazából, hogyha valóban szeretnél egy hálaadó szívvel Isten elé jönni, akkor nagyon fontos, hogy tanulmányozod a Bibliát, és felfedezd azt, hogy mennyi mindent adott neked Isten, hogy mennyi minden a tiéd már amiért neked már nem kell gürcölnöd, amiért már neked nem kell hajtanod, amit neked nem kell kicsavarnod az Istennek a kezéből, hanem itt Isten már Jézus Krisztusban neked adott és minél szélesebb az ismereted ezekben a dolgokban, annál inkább föl fakad a hála a szívedben, mert tudod, hogy mindez már a tiéd. És amikor odajössz az Isten elé, és elkezdesz hálát adni neki, akkor látod az Istennek a kegyelmét a saját teljesítményedről, a saját érdemeidről, a saját tetteidről, a fókusz átkerül Istennek a teljesítményére, Jézus Krisztusnak a keresztjére, és hálát adsz azért, ami a tiéd, és elkéred mindazt Istentől, amit Isten már neked adott. Aztán a következő állomás volt a dicséret, és ezzel kapcsolatosan is szeretnék egy új szövetségi igét mutatni, a zsidó 13.15-öt, ami így szól, annak okáért ő általa, vagyis Jézus Krisztus által vigyünk dicséretnek áldozatát mindenkor Isten elé, azaz az ő nevéről vallást tevő ajkainknak a gyümölcsét. És nagyon fontos az, hogy az új szövetségben többről van szó, mint sem arról, hogy van valami információd arra vonatkozóan, hogy milyen lehet az Isten. Tehát nem egyszerűen elmondták neked azt, hogy milyen az Isten, és ezért, amikor vallást teszel róla, hogy a vallást tenni az azt jelenti, hogy ugyanazt mondani róla, ami a valóság, akkor elkezded Isten dicsérni és felsorolni azokat a dolgokat, amit feltételezel az Istenről. Nagyon sokszor a zsidó népnek az életében egy távoli múlt volt az, ahogyan Isten beavatkozott az életükbe. És fölnőttek úgy generációk, hogy csak hírből hallották, hogy Isten mit cselekedett a népnek az életében. És nem volt erről valóságos tapasztalatuk. A szülők mindig újból és újból átadták a történeteket, ami a népükkel történt, hogy Isten hogyan szabadította meg őket, hogy Isten hogyan cselekedett az életükbe. De nagyon sokszor az ő megvallásuk, az ő dicséretüknek az áldozata csak azt tudta hirdetni, amit hallomásból tudtak. Viszont az új szövetségben ez teljesen máshogy van. Azt mondja itt a zsidó 13-15, hogy annak okáért ő által, azaz Jézus Krisztus által vigyük elé a dicséretnek az áldozatát. Neked az, hogy az Isten jó. Ugyanis a Zsoltár 161 azt mondja, hogy azért dicsérjétek az Urat, és magasztaljátok az Urat, mert jó, mert, mert örökké való az ő kegyelme. Szóval az, hogy az Isten jó, az, hogy az Isten kegyelmes, az a számodra már nem csak egy információ, hanem egy megtapasztalás, az egy valódi hit. És amikor oda nézel Jézus Krisztusnak a keresztjére, és felfogod azt, hogy ami ott történt, az értett történt, akkor igazából a te dicséreted az egy valódi dicséret. És a következő állomása ugye a dicséretnek, ahogy hallottatok erről a múlt vasárnap, az nem más, mint az imádás. És az imádás, amikor imádjuk Istent, ahogy ez múlt alkalommal is elhangzott, arról szól, hogy igazából egyé válunk Istennel. Egyé leszünk vele. Úgy fogalmazott a Tamás, hogy ez egy szerelmes együttlét Istennel. Előre elnézést kérek azoktól, akiknek ez nehezen megemészhető, de mégis ez valójában erről szól, amikor Istent imádjuk, hogy együtt vagyunk vele, és a szeretetünket kifejezzük felé, és ő pedig az ő szeretetét kifejezi felénk. Úgy fogalmazza a korintusi levél, az 1. Korintus 6.17, hogy aki pedig az Úrral egyesül, az egy lélek vele. Tehát a dicséretünknek a végső célja az az, hogy egyesüljünk Istennel. Négy helyen tartalmaz az Új Szövetség olyan felszólítást, hogy imádjuk Istent, és mind a négy helyen ugyanazt a kifejezést használja az ige, és ez a proszkuneo kifejezés, amiről egy időben a Feri nagyon sokat prédik általán, még az fmh s időkben. És valójában ez a szó, ez az imádni szó, abból a szó származik, hogy csókolni valakit. Hát lehet úgy is csókolni valakit, mint Júdás, de igazából azt mondja a samániai asszonynak Jézus Krisztus, hogy ő olyan imádókat keres, olyan imádókat keres az atya, akik őt szellemben és valóságosan imádják. Tehát akik valódi módon az imádásban egyesülnek ő vele, és egyé válnak vele. És ebből azt mondhatjuk le következtetésként, hogy igazából a dicséretünknek a célja, tehát annak a célja is, amit most tettünk, az volt, hogy azonosuljunk, egyé váljunk Jézus Krisztussal. Minden Isten tiszteletünknek ez a célja. És amikor ez megtörténik, ez az egyévállás, a hálaadáson, a dicséreten keresztül, az imádásba torkolva, akkor igazából a hitünknek a célja valósul meg, és az, amit Isten valójában akart. Én teljes szívemből hiszem azt, hogy az Isten az embert arra teremtette, hogy egy ilyen valódi szeretet közösségben éljen vele. És amikor bekerülsz az Istennek a jelenlétébe, és rájössz, hogy ez független attól, hogy mit nyújtottál mondjuk az előző héten, vagy hogy az előző este mit csináltál, és hogy jöttél ide. És felfogod azt, hogy Isten az ő kegyelméből, Jézus Krisztus miatt azonosul veled, egyé válik veled, akkor jutunk el oda, hogy az Isten tiszteleteinken valódi csodákat élünk át. Én amikor az Isten dicsérjük, akkor azt szeretem a legjobban, amikor ez az imádás megtörténik. Mert akkor azt érzem, hogy ebben az egyé válásban nem az valósul meg, hogy most már akkor Isten azt fogja csinálni, amit én mondok. Mert azonosult velem, és egyé váltam ő vele. Tehát nem az fog történni, hogy sikerült az Isten megnyernem arra, hogy együtt működjön velem. És hogy az történjen az Isten tiszteleten, amit én otthon elhatároztam, vagy ami most éppen a szívemnek az indulata. Hanem ez pont fordítva történik, hogy amikor az imádásban egyéb válok Istennel, egyé válok Jézus Krisztussal, akkor azt veszem észre, hogy azok a gondolatok jönnek fel bennem, amik Istennek a gondolatai. Olyan vágyak születtek meg a szívemben, amik az Istennek a vágyai. Nagyon sokat hallottunk erről hogy az, a kifeje, az az ige a Bibliában, ami úgy szól, hogy gyönyörködjél az Úrban, és megadja neked a szíved vágyait, nem arról szól, hogyha kellőképpen rácsodálkozol az Istenre, és gyönyörködsz benne, és a te tetszésedet kifejezed felé nyomsz egy nagy lájkot az Istennek, akkor ezért cserébe majd azokat a vágyakat, amik a szívedben vannak, teljesíteni fogja, mert a te hízelgésed az célba ért, és Istent rávetted arra, hogy együttműködjön veled, hanem ez arról szól, hogy amikor egy ilyen imádásban gyönyörködsz az Úrban, és egyéválsz vele, azt veszed észre, hogy ennek az egyévállásnak a következményeként azok a vágyak, azok a gondolatok, amik Istennek a szívében vannak, megfogadnak benned, és létrejönnek benned és azt veszed észre, hogy lehet, hogy voltak benned elképzelések, voltak benned tervek, hogy mit fogsz csinálni, voltak célkitűzéseid, amiket meg akartál valósítani, de amikor odaérsz az Istennek a jelenlétébe, és egyéválsz vele, Isten kicseréli a vágyaidat, és a saját vágyait helyezi a szívedbe az azonosulás, az egyéválás által. És te már arra vársz, hogy ezek megtörténjenek. És Isten azokat a vágyakat, amiket ilyenkor belehelyez a szívedbe, azokat be is fogja végezni, és azt véghez fogja vinni, és azt meg fogja valósítani az életedben, rajtad keresztül. És ennél jobb pillanat nem sok van az életben, amikor az ember ezt átéli. Az én életemben nagyon sok olyan dolog volt, ami igazából így vált valósággá. Tehát nem is gondoltam, hogy ez meg fog történni, és nem is feltétlenül vágytam rá. Csak egyszerűen, amikor ott voltam az Istennek a jelenlétében, akkor mindig is új, újból és újból följöttek bennem ezek a vágyak. És tudtam, hogy ez nem belőlem származik. Tehát ez nem az én elképzelésem, nem az én rögeszmém, hogy ennek meg kell történnie, hanem az Istennek a jelenlétében Isten az, aki ezt felgerjeszti bennem, amikor azonosulok vele, amikor válok vele. És amikor ö, ö, ezek a vágyok ott vannak a szívemben, és ott voltak a szívemben, akkor idő kérdése volt, hogy ezt Isten megcselekedje, és Isten ezt véghez vigye. És ö, azért nagyon-nagyon jó, amikor az imádásban azonosulsz Istennel, mert ö, talán ahogy itt az elején is elhangzott, és az első dal is erről szólt, hogy sokszor teli van a szívünk egy csomó félelemmel. És most, ahogy a Dezső is az imádkozásban, a, az adakozás kapcsán ö, a megvallásban kihangsúlyozta, sokszor ö, amikor idejövünk az Isten elé is, akkor a körülményeinkkel foglalkozunk. És arra nézünk, hogy mi az, ami körülvesz bennünket. És az, amit látunk a valóságban, az befolyásolja a szívünknek az állapotát, befolyásolja a hitünket, befolyásolja azt, ahogy, amit várunk a jövőtől, hogy mi fog történni, hogy mi fog bekövetkezni. De amikor egyesülsz az imádásban Istennel, egyé válsz ővele, azonosulsz Jézus Krisztussal, akkor azt veszed észre, hogy a félelemnek a helyét, tehát a jövőtől való félelemnek a helyét egy hit és egy reménység tölti meg. Mert tudod azt, hogy az az Isten, akivel te egyéváltál, sokkal nagyobb lehetőségekkel és sokkal nagyobb hatalommal rendelkezik, mint ami neked valaha a birtokodban volt. És megérted azt, hogy igazából ez nem arról szól, amire te vagy képes. Tehát hívőnek lenni nem arról szól, hogy mire vagy te képes. Hívőnek lenni nem arról szól az Isten gyermekének lenni, hogy mit rontottál el a múltban, hogy hogyan tetted tönkre az életedet, hogy hogyan voltak kudarcaid, hogyan fejeltél bele nagyon sokszor abba a kőkemény falba, amit a saját bukott emberi természeted húzott föl előtted hanem arról szól, hogy Istennek micsoda hatalma van, hogy Istennek milyen ereje van. És amikor ebbe az állapotba megérkezünk, akkor igazából már nem az a kérdés, hogy mi mit tudunk tenni azért, hogy Isten cselekedjen, mi mit tudunk tenni azért, hogy a kéréseinkre Isten válaszoljon, hanem a kérdés az az, hogy Isten mit fog cselekedni. És ezért a jó mentalitás, amivel oda tudsz menni egy Isten tiszteletre, az nem az, hogy elég jó lesz a dicséret ahhoz, hogy az Isten meglátogasson bennünket, hogy elég jó lesz az ige hirdetés ahhoz, hogy valami szellemi muníciót kapjak a jövő hétre, nem arról szól, hogy milyen teljesítményt nyújt a dicséret csapat, vagy a prédikátor, vagy hogy milyenek a körülmények, hanem arról szól, hogy Isten mit fog ma cselekedni közöttünk. És ez egy izgalmas dolog, ahogy így ebben a dologban együttműködsz az Istennel. Szóval a dicséretnek a végső célja, hogy hallhattuk ezt a múlt alkalommal, az, hogy azonosuljunk Istennel, hogy egyé váljunk ő vele. És ahogy foglalkoztam ezzel a témával, és kedden a Biblia iskorán, és sok minden elhangzott már ezzel kapcsolatosan, arra jutottam, hogy igazából az egész hívő életünkben minden ennek a célnak van alárendelve, hogy egyé váljunk Istennel, hogy azonosuljunk Jézus Krisztussal. Amikor megtérsz és befogadod Jézus Krisztust a szívedbe, akkor benned egy új élet kezdődik el. És akkor te lehetőséget kapsz arra, hogy úgy élj, mint az Istennek a fia, mint Jézus Krisztus, hogy egy évvel jöjj vele. Amikor bemerítkezel, amikor megkeresztelkedsz, akkor azonosulsz Jézus Krisztussal, az ő halálával és az ő feltámadásával. Amikor az igét hallod, az ige hirdetést hallod, akkor az Istennek az igéje Jézus Krisztusról tesz bizonyságot, és az az élet, amit ez az ige, ez a mag hordoz, bemegy a szívedbe, és egy isteni életet hoz létre. Felülírja azt, ami addig volt, és azt munkája, hogy te egyé váljál Istennel. Amikor eljössz a gyülekezetbe, és urvacsorázol, akkor ez arról szól, hogy azonosulsz Jézus Krisztussal, hogy megerősíted újból és újból ebben a hitedet. És... Ebből én arra a következtetésre jutottam, hogy van egy nagyon fontos igazság ennek fényében, ami mellett nem szabad elmennünk, és ez úgy szól, hogy amit te vetettél az életedben, azt Jézus Krisztus learatta, és az, amit Jézus Krisztus vetett, azt pedig te fogod learatni. És tudom, hogy itt a pulpitus nem arra való hely, hogy moralizáljunk, úgyhogy szeretnék az Istennek az igényéből néhány nyomos érvet ennek az alátámasztásaként elétek hozni. Úgyhogy lapozzatok a Bibliátokban a Korintusi második levélhez, az ötödik fejezethez, és ö, ebből föl fogok ö, olvasni több verset. Ugye ez egy nagyon ö, izgalmas kérdés, mert ö, sokszor, amikor, amikor eljövünk egy Isten tiszteletre, Sokszor, amikor oda járulunk az Isten elé, akkor, amikor imádkozunk emberekért, vagy saját magunkért imádkozunk, akkor szinte tapintható és egyértelműen tetten érhető, hogy van a szívünkben egy félelem, hogy, hogy, hogy lehet, hogy Isten megbocsátotta a bűneimet, lehet, hogy a múltam miatt nem fog engem elítélni, és örök élettel ajándékozott meg. De mindazokért a dolgokért, amiket én tettem, az aratást végig kell néznem az életemben, és ennek a következményeit egy életen keresztül hordoznom kell. Annak, ami történt a múltban, a bukásaimnak, a kudarcaimnak, a bűneimnek. És sokszor gyakorlatilag ennek a Szerintem hamis ideológiának önként igába hajtva a fejünket, hagyjuk magunkat, hogy a sátán gyakorlatilag ítélgessen bennünket, és ítéletet hajtson rajtunk végre. De én azt látom az igéből, hogy ez nem így van, és nagyon fontos ezt látni. Természetesen nem arról van szó, hogy következmények nélkül csinálhatunk bármit. Mert ugye rögtön fölmerül a kérdés, hogy akkor következmények nélkül lehet bűnös életet folytatni. És bármit megtehetünk, nem lesz ennek semmi vonzata az életünkbe és semmi következménye. És azt kell, hogy mondjuk, hogy nem, ez nem így van. És hogyha ezen gondolkodsz, akkor mindig nézed a Jézus Krisztusnak a keresztjére. És hogyha akarod tudni, hogy mi a te bűneidnek a következménye, akkor nézd oda a keresztre. És fogod tudni, hogy az, ami a kereszten történt, az volt a bűneidnek a következménye. Hogy Isten Jézus Krisztuson hajtotta végre a te ítéletedet. Nagyon sokszor bennünk saját magunkkal szemben is ott van egy igény arra, hogy legyen igazságszolgáltatás. Akarunk vezekelni, akarjuk elvinni a balhét. Már a lelki ugye? És próbáljuk uh, valahogy mégis ennek a terhét, amit tettünk magunkon cipelni egy életen keresztül. És nagyon könnyen az ember uh, belemegy ebbe a csapdába, hogy az egész életét egy ilyen vezeklésben éli végig. Arról nem is beszélve, hogy nagyon sokszor, amikor arra gondolsz, hogy téged milyen sérelmek értek, akkor ugyanúgy ott van benned az a vágy, hogy legyen igazságszolgáltatás. Hogy nehogy már ezt, uh, ezt... Uh, büntetlenül meg lehessen csinálni, amit velem csináltak. És mivel nem látod az igazság szolgáltatást, ezért ott van benned egy felháborodás és egy megbocsátatlanság. És ennek a ténye lehet, hogy tönkreteszi a lelkedet és egy életen keresztül megbérgezi a, a szívednek az állapotát. De hogyha Odafigyelsz arra, amit Jézus Krisztus tanított, amikor imádkozni tanított bennünket, akkor ugye azt mondja ebben az imádkoz, imában Jézus, hogy bocsássatok meg, ahogyan én is megbocsátottam nektek, amiképpen én is megbocsátottam nektek. És fölfigyeltem arra, hogy ott van ez a kifejezés, ez a szó, hogy amiképpen Jézus Krisztus megbocsátott nektek. Tehát úgy kell megbocsátanunk nekünk, ahogyan Jézus Krisztus megbocsátott nekünk. A Kolossi 3.13, illetve az Efézus 4 is ír erről, és azt mondja, hogy, hogy bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Tehát Isten hogyan bocsátott meg nekünk? Nem úgy bocsátott meg Isten, hogy azt mondta, hogy ez nem is volt bűn. Nem azt mondta, hogy vegyük úgy, hogy nem történt semmi hanem Isten a bűrönnek az ítéletét oda helyezte Jézus Krisztusra, és ott megtörtént a számonkérés. Ott megtörtént az igazságszolgáltatás. Ott megtörtént az ítélet. Az ítélet végre lett hajtva. És ugyanígy, amikor téged sérelem ér, és ö, várod a számonkérést, de meg tudsz bocsátani úgy a másiknak, ahogyan Isten, amiképpen Isten megbocsátott neked, akkor megérted azt, hogy a téged ért sérelmekért a számonkérés Jézus Krisztus sújtotta. És amikor ezt megérted, akkor érzed azt, hogy az igazság érzetet kielégül. És hogy rendben vannak a dolgok. Hogy ugyanúgy, ahogy Isten nem téged büntetett, a bűneidért, hanem a bűneinek a büntetését Jézus Krisztusra helyezte, ugyanúgy azokért a sérelmekért is, amik téged értek, a büntetés Jézus Krisztuson volt. És amikor ezt meg tudjuk érteni, akkor egyszerűen felszabadul a lelkünk. És érezzük azt, hogy minden rendben van, és el tudunk engedni egy csomó olyan sérelmet, egy olyan csomó olyan tartozást, ami e, minket ért, ami velünk szemben e, történt. Szóval a 2. Korintushoz lapozva az 5. résznek a 21. versét szeretném felolvasni. Így szól. Mert azt, az az Jézus Krisztust, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Tehát azt mondja ezen a helyen az ige, hogy megtörtént a teljes azonosulás. Egész pontosan úgy lehetne ezt fordítani, hogy mert azt a Jézus Krisztust, aki nem volt azonos a bűnnel, Isten azonosította a bűnnel, azonosította a te bűneiddel. Tehát azokért a cselekedetekért, azokért a bűnökért, amiket te tettél, Jézus Krisztus aratott. Azért, amit te vetettél, azért Jézus Krisztus, annak a következményeit Jézus Krisztus learatta a kereszten. És azt mondja, hogy ez azért történt, hogy mi pedig az Istennek az igazsága, az Istennek a megigazultsága legyünk ő benne. Ez a legyünk kifejezés ez úgy fordítható, hogy, hogy, megterem bennünk, hogy létrejön bennünk. Az a kifejezés van itt, amit a, a, Biblia akkor használ, amikor Isten teremtette az eget és a földet, amikor teremtette a világ mindenségét, és azt mondta, hogy legyen. És ugyanígy, amikor Jézus Krisztusnak a, a kereszt áldozata megtörtént, akkor elhangzott ez a legyen, hogy legyen így, történjen meg, hogy Jézus Krisztusnak az igazságával azonosít bennünket az Atya. Tehát történt egy csere, és ezért nekünk már nem úgy kell gondolkodnunk magunkról, hogy mi a régi emberi természet szerint élünk. Pál azt mondja a római levélben, hogy ha befogadtad Jézust a szívedbe, hogyha a bemerítkezésben azonosultál ő vele, akkor többé már ne úgy gondolkodj magadról, hogy te még a régi bűnös életedet folytatod, hanem gondolkodj úgy magadról, tartsd azt magadról, legyen az az ön azonosságod, hogy meghaltál a bűnnek, de élsz Istennek Jézus Krisztus által. És ezt mondja így gyakorlatilag az ige, hogy ez, a, ez az azonosság csere megtörtént. Jézus Krisztus azonosult veled, a te bűnös természeteddel, és ennek az lett a következménye, hogy te pedig tudsz azonosulni Jézus Krisztussal. És ezért azt az életet, amit Jézus Krisztus élt, azt a szentséget, azt a tisztaságot, azt a békességet, azt az isteni erőt, azt az Isten fiúságot, azt, hogy ő az Istennek a gyermeke volt, azt te mind-mind az életedben le tudod aratni. Tehát neked nem kell azt az életet folytatnod, amire téged az emberi természeted és a múltad predestinálna, hanem te azt az életet élheted, azt az életed arathatod le, amit Jézus Krisztus élt itt a Földön. És ez egy nagyon nagy dolog. Nem tudom, hogy érzitek -e ennek a súlyát, és hogy mennyire nyitja meg előttetek ez a perspektívát. De tudjátok, hogyha arra nézünk, hogy mik a mi lehetőségeink, hogy milyen bukásaink voltak az életünkben, hogy milyen kudarcokban volt részünk, hogy hányszor szembesültünk a régi rossz emberi természetünkkel, akkor joggal félünk a jövőtől. És lehet, hogy megpróbálod újból, és megpróbálod még egyszer, és még egyszer, de akár akárhányszor ennek neki fogsz futni a saját emberi természetedből kiindulva, akkor annak mindig bukás lesz a vége. Ugyanis a Biblia egyértelműen kimondja, hogy a régi emberi természet az bukott, az halára van ítélve, az kudarcra van ítélve, és ebből nincs lehetőség arra, hogy az életed jobbá legyen és megváltozzon. Lehet, hogyha nagyon-nagyon erőlködsz, akkor ö, tudsz erőfeszítéseket tenni annak érdekében, hogy, hogy, ö, hogy, egy kicsit jobbá váljon az életed, hogy kicsit sikeresebb legyél, hogy kicsit jobban megéld a házasságodat. Tudjátok, hogy hány olyan ö, ö, ember van, aki, akinek tönkre megy a házassága, utána megpróbálja a következőt, és az is tönkre megy. És aztán megint, és megint, és megint. És aztán a végén már úgy van vele, hogy már most már mindegy, most már maradjon így, és akkor elég a macerából lejük az életünket. Aztán persze lehet, hogy van, akinek a második vagy a harmadik jobban sikerül, mint az első, és próbálkozik az ember. De nagyon sokszor megfigyelhető, hogy az emberek, még hogyha újból is megpróbálkoznak, ugyanabba a kelepcébe lépnek bele újból és újból. Nem csak olyan értelemben véve, hogy ők maguk nem tudtak megváltozni, és hogyha te magad nem változol meg, akkor fontos, hogy tudd, hogy a problémák újból fognak generálódni. Mert a probléma nem a körülményekben van, hanem bennünk van. De olyan értelemben is igaz az, hogy lehet, hogy megfogadod, hogy na, de legközelebb már jobban fogok választani. Már nem fogom ugyanazt a hibát még egyszer elkövetni. És sokszor megfigyelhető, hogy azok az emberek, akik újra házasodnak, ugyanolyan párt választanak maguknak, mint az előző volt. És akik meg körülöttük nézik ezt, azok csak fogják a fejüket, hogy hát nem igaz, hogy hogy lehet ugyanazt a hibát még egyszer elkövetni. De ha én csak magamból indulok ki, már nem a párválasztás területén, akkor azt mondhatom nektek, hogy én sajnos ugyanazt a hibát nagyon sokszor képes vagyok elkövetni. Azért, mert a hiba bennem van. És lehet, hogy tanulok, és próbálok. Arra figyelni, hogy hát igen, ennek a vetésnek a múltkor is milyen aratás lett a vége. De azt veszem észre, hogy egyszerűen a régi emberi természetem, amiből ezek a dolgok származnak, azok képtelenek arra, hogy meglegyenek válto hogy megváltozzon. Azt nem tudom kicserélni, nem tudom megváltoztatni. Viszont van egy esélyem, hogy ennek az egésznek tehetek egy pontot a végére, és azt mondhatom, hogy mivel megértettem azt, hogy az új szövetségnek a lényege az, hogy én Istennel, Jézus Krisztussal azonosulok, ezért kinyílik előttem a kapu, hogy egy új életet kezdjek el élni, amiben győzelem van. Azt énekeltük az előbb ebben a dalban, hogy, hogy ami a kereszten történt, az Istennek a győzelme volt az emberért. És higgyétek el, hogy ez tényleg így van. Sokszor szoktuk mondani, hogy a legnagyobb ellenségünk a bűn, mert a bűnnek a következménye a halál. És ezért, mivel Isten a kereszten Jézus Krisztus által legyőzte a bűnt, ezért megmenekültünk a haláltól. De a bűn az nem csak ilyen értelemben véve a legnagyobb ellenségünk, hanem azért, mert ott van az életünkben, és tönkretesz bennünket. De a kereszten a bűn le lett győzve a kereszten, a régi emberi természeteddel Jézus Krisztus azonosult. És azt, amit neked kellene learatnod most a jelenben, a múltad miatt, és a származásod, a természeted miatt, az emberi természeted miatt, azt Jézus Krisztus learatta. És cserébe te pedig élheted azt az életet, amit Jézus Krisztus élt, amikor itt járt a Földön. És ez egy nagyon nagy lehetőség. Erről szeretnék majd még néhány dolgot mondani a későbbiek során. Szóval azt mondja Pál, hogy mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Istennek az igazsága legyünk ő benne, vagy ő általa. Ez egy végső következtetés itt a 2. Korintus 5-nek a végén, de az egész gondolatmenetnek a kifejtése a 14. verstől kezdődik, ami így szól. Mert bennünket Krisztus szeretete szorongat és sürget. Ez Pál saját magáról és a szolgatásairól mondja hogy őket a Krisztusnak a szeretete e, e, szorongatja és sürgeti. Kiemeltem ezt az apró kis momentumot, mert nagyon fontos. Pálnak egyszerűen nem e, az volt a szándéka, hogy jobbá tegye a világot. Nagyon sokan már megpróbálták jobbá tenni a világot, Magyarországot, a politikát, e, és biztos, hogy van is erre remény némileg, hogy valahogy jobbá tegyük azt a környezetet, ami bennünket körülvesz. De azt mondja Pál, hogy nekik ez a törekvésük, amiről itt ír a 2. Korintus 5-ben, igazából azért van, mert Krisztusnak a szeretete, Krisztusnak a feltétel nélkül való szeretete, amit ők is átéltek, és amit Isten ki akar árasztani a világra, az szorongatja őket. Úgy fordítható ez a szorongatni kifejezés, hogy gyötri őket, hogy kényszeríti őket. Tehát nem hagyja őket nyugodni. És ez tényleg így van, hogy amikor az ember ezeket az igazságokat megérti, akkor úgy van vele, hogy szeretné mindenkinek elmondani, hogy figyelj ember, van lehetőséged egy normális életet élni. Hogy azt, amit eddig éltél, azt be tudod fejezni. Annak vége szakadhat, kezdhetsz egy újat. És hányan vagytok, akik amikor megtértetek, ezt éltétek át, hogy örültetek, hogy végre a régi életeteket befejezhetitek. És csak élveztétek az Istennek a szeretetét és Azt, hogy egy új perspektíva kinyílt előttetek. Én hiszem azt, hogy amikor Jézus Krisztus befogadjuk a szívünkbe, és befogadtuk a szívünkbe, akkor azonosultunk vele. És amikor bemerítkeztünk, akkor ez az egész szellemvilág előtt egy nyilvánvaló tényé vált. Tehát ez nem egy ö, olyan dolog, amit ma nekünk el kell érnünk, hogy te egyé váljál Jézus Krisztussal, mert ha te már befog fogadtad Jézust a szívedbe, hogyha te szövetségre léptél Istennel, akkor ez már egy valóság az életedben. Ez egy tény az életedben. És Isten azt szeretné, hogy te ebből élj. Hogy ne a régit folytasd, mert a régi kudarcra van ítélve. A régivel nem fogsz előrébb jutni. A régivel ugyanúgy bele fogsz lépni ugyanabban a folyóban, amivel elvileg nem lehetnek kétszer belelépni. De belefogsz. Mert a régi emberi természeted azokat a problémákat, amik eddig ott voltak az életedben, újra generálni fogja. De az új szövetségben, az újjászületésben, születésben, abban, ahogyan a, a Istennek a szeretete megjelent a kereszten, és ami ott megvalósult, benne van az a lehetőség, hogy te egy másik ember leszel. Egy másik ember leszel. És hányan vannak olyanok itt közöttünk is, akik megtapasztaltuk azt, hogy amikor megtértünk, tényleg más emberek lettünk. És ez valósággá vált. És ahogyan telik, múlik az idő, és az ember egyre többször próbál meg a régi emberi természetéből működni, úgy szalad bele egyre több kudarcba, és úgy hiszi el egyre inkább, hogy de jó volt. Mert akkor még vitt engem a lelkesedés, meg a tűz. De téged nem a lelkesedés, meg a tűz vit egyszerűen, hanem az a tény, hogy amikor befogadtad Jézust a szívedbe, akkor új emberré lettél. És ezért neked a hitedet ma abban kell megerősödni, megerősíteni, hogy te már nem az vagy, aki régen voltál, hanem hogy te egy új ember vagy, hogy te olyan vagy, mint Krisztus. És ez valóságosan benned van. Ott van a régi emberi természet is, amivel küzdünk, de fontos, hogy azt valljad magadról, amit Pál mond a római levélben, hogy ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról. Tehát úgy mondom most, hogy ezért te is azt tartsad magadról. Most függetlenül attól, hogy mi volt tegnap este, vagy mi volt ma reggel, vagy mi volt a múlt héten, vagy mi volt az eddigi életedben, azt tartsad magadról, hogy meghaltál a bűnnek, de élsz Istennek Jézus Krisztus által. Ez az egyetlen egy esélyed arra, hogy az Istennek a terve az életedben, ami egy jó terv, és amit Isten neked akar adni, az megvalósuljon benned. Szóval Pál azt mondja, hogy a Krisztusnak a szeretete szorongatja őket, és ez kényszeríti, gyötri őket, hogy menjenek, és hirdessék az evangéliumot az embereknek, és hogy lássuk, ennek a célja az az, hogy az emberek békességbe kerüljenek Istennel. De ne szaladjunk annyira előre. Azt mondja, hogy meg vagyunk győződve róla, hogyha egy ember, Jézus, meghalt mindenkiért, akkor valójában minden ember meghalt. Tehát mi akkor az igazság? Hogy a régi emberi természeteddel mi van a kereszt óta? Meghalt. A sátán azt akarja elhitetni veled, hogy ez nem így van. És hogy neked az az egyetlen egy esélyed, hogy ebből élj. És hogy újból és újból szembesülj a hibáiddal, a bűneiddel, a kudarcaiddal, és ennek sose lesz vége. Megpróbálod újból, megpróbálod még egyszer, meg harmadszor, meg tizedszer, és nem fog menni. Egészen addig a pillanatig, amíg el nem hiszed, hogy ami a kereszten történt, az valóság. Mert azt mondja Pál, hogy Jézus meghalt mindenkiért, és akkor valójában minden ember meghalt. Vége van. A régi dolgok, a múlt az lezárult. Jézus pedig azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek. Tehát itt már nem arról fog szólni, az, hogy te mire vagy képes, és te hogyan tudsz a régi természetedből élni, hanem tudsz Jézus Krisztusért, Jézus Krisztus által élni. Igen, ő meghalt és feltámadt, hogy az emberek érte éljenek. Azért mi ezentúl, és ez egy nagyon-nagyon súlyos dolog, amit itt mond Pál, hogy senkit sem ismerünk test szerint hogyha e, látod az én hibáimat, látod az én bűneimet, és tudod, hogy én mire vagyok képes, akik közelről ismernek, azok nagyon tudják. És e, nem biztos, hogy túl jó véleménnyel vannak a régi emberi természetemről. Akkor, e, akkor e, tudod azt, hogy gyakorlatilag bele van, belém van kódolva a bukás. De hogy, nehogy megsarnáljátok, ez rátok is igaz. És azért azt mondja Pál, hogy ő hozott egy döntést, hogy van, benne, van a szívében egy hit. Azt mondja, hogy, hogy ezért mi ezentúl senkit sem ismerünk test szerint. Egész pontosan az a kifejezés itt, amit használ a Biblia, az az, hogy senkit sem látunk test szerint. Tehát ő azt mondja Pál, én már nem úgy nézem az embereket, hogy mire képesek a test szerint. Hanem én már annak, azon keresztül látom őket, ami a kereszten történt. Hogy Jézus, ha meghalt, mert azonosult a bűneinkkel, akkor valójában minden ember meghalt, test szerint. És ha én igazából segíteni akarok neked, és azt szeretném, hogy boldog életet élj, és azt szeretném, hogy tudjál tiszta lappal indulni, tudjanak az életedben a dolgok végre normálisan működni, akkor nekem egy felelősségem van, hogy én ezt a hitet erősítem benned, hogy te új ember vagy. És neked is ez az egyetlen egy esélyed, hogy amikor eljössz a gyülekezetbe, akkor elkezded Istent, elkezdesz Istennek hálát adni, elkezded őt dicsérni, aztán végül imádod őt, de ha véletlenül fölborul a sorrend, akkor sincs semmi baj, mert sokszor a szerelmesek ugye ezeket a protokollokat azért kihagyják. És nem nagyon foglalkoznak ezzel, rögtön az egyé válás, tehát a szeretet közösség az, ami motiválja őket. És Nincs a baj akkor se, hogyha fölrugod a sorrendet, az a lényeg az, hogy érkezz meg a végállomásra. Tehát, hogy ez az egy év állás, ez megtörténjen. És, és hogyha eljössz az istentiszteletre és ezt megtapasztalod, és elkezded hallgatni az igét, és az ige ezt az új embert, ezt az új természetet erősíti benned, hogyha... Veszed az úrvacsorát, és az úrvacsorában nem azzal foglalkozol, hogy hogy a régi természetet szerint méltó vegye arra, hogy vegyed az úrvacsorát, hanem élsz az, azzal a lehetőséggel, hogy te azonosulhatsz Jézus Krisztussal, és ebből a hitből teszed, akkor érzni fogod, hogy mindezek a dolgok, amik az újszövetségi Isten tiszteletben, az Istennek a tiszteletében, tehát nem csak, mint rendezvényben megvalósulnak, azok mind-mind ezt az új embert fogják mozgósítani, energizálni benned. És ez egy új perspektíva. A réginek vége, a régiek elmúltak A Jakab 1.21-től olvashatunk arról, hogy az az ember, aki hallgatja az igét, beletekint az igébe, mint tükörbe, és utána elmegy és a régi életét folytatja, az hasonló az az emberhez, aki oda megy a tükörhöz, belenéz, látja, hogy milyen, és aztán elmegy és elfelejti. De azt mondja ott a Jakab, hogy ha viszont beletekintesz a a szabadságnak a tökéletes törvényébe, és felfedezed, hogy ki vagy, és az igének nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója vagy, akkor boldoggá fognak téged tenni a te cselekedeteid. És én igazából talán a múlt héten értettem meg ezt valójában, hogy ez nem arról szól, hogy oda állsz az ige tükre elé, és rájössz, hogy mit csináltál rosszul. És aztán mondjuk az Isten tiszteleten jól beszólnak neked, és kioktatnak, hogy mit kéne normálisan csinálni, és máshogyan csinálni. És utána már útközben köz, út hazafelé az egészet elfelejted, és ott folytatod, ahol abba hagyod. Igen, arról szól az ige, hogy ott folytatod, ahol abba hagyod, de nem ilyen értelemben véve. Hanem amikor belenézel a szabadságnak a tökéletes tükrébe, az igébe, akkor felfedezed azt, hogy kicsoda vagy te valójában Jézus Krisztusban. És hogyha te ezt nem felejted el, és elindulsz hazafelé, és úgy kezded el élni az életedet, hogy azonosulsz azzal, amit felfedeztél az igéből, hogy te ki vagy valójában, akkor azok a cselekedetek, amiket ebből az identitásodból fogsz cselekedni, boldoggá fognak téged tenni. Mert érezni fogod azt, hogy ez vagyok én igazából hogy mindig is ilyen akartam lenni, hogy mindig is erre vágytam, hogy az Istennek ez az élete bennem és rajtam keresztül megvalósuljon. Hogy annyi mindennel küzdködtem, annyi gyötrelem volt az életemben, annyi mindent elrontottam, és nem voltam képes arra, hogy megváltozzak. De amikor felfedezem az igében, hogy ki vagyok én valójában, és elkezdem ezt megélni, akkor boldog vagyok, hogy ez működik. És én hiszem azt, hogy az igen működik. Tehát az ige az nem egyszerűen csak egy lehetőséget ad elét, hogy de jó lenne ilyennek lenni, hanem az Istennek az igéje az erő és hatalom. Én hiszem azt, hogy ami a kereszten történt, az egy valóságos erő. Hogy ott Jézus Krisztussal tényleg a régi meghalt, és Krisztusban egy új kezdődött el. Szóval... Azt mondja, hogy igenő ő meghalt és feltámadt, hogy az emberek érte éljenek, ami ezért mi ezentúl senkit sem ismerünk test szerint. Sőt, ha ismertük is Krisztus test szerint, többé már nem ismerjük. Tehát azt mondja Pál, hogy innentől kezdve mi senkit nem a régi természet szerint akarunk látni. Nem így látjuk az embereket. És nekem is ez a vágy van a szívemben, hogy én nem így akarom nézni az embereket. Én azt a hitet szeretném saját magam felé sugározni, meg felétek is, és mindenki felé sugározni, hogy te új ember vagy Jézus Krisztusban. Ez az egyetlen egyesélyünk. Nincs más. Nem keveredhet a kettő. Aztán úgy folytatja Pál a 17. verstől. Így hát, ha valaki Krisztussal egyesült, akkor, úr, akkor új teremtményé lett. Ugye úgy ö, szoktuk ezt olvasni a régebbi fordításban, hogy aki Krisztusban van, új teremtés az. Itt úgy fordítja az ige, és megnéztem, hogy valóban ez egy helytálló fordítás, hogy így hát, ha valaki Krisztussal egyesült múlt időben, te egyesültél Jézus Krisztussal, és akkor ennek mi a következménye, hogy új teremtmény lettél. Tehát, mit, kell, mit látsz magadról az igéből? Hogy te egy új teremtés vagy, egy új teremtményé lettél. Ami benne régi volt, elmúlt, ő pedig minden tekintetben újjá lett. Tehát ami régen volt, az elmúlt. Nagyon fontos, hogy ezt gondold magadról. Mert ha elhiszed az ellenkezőjét, akkor úgy is fogsz élni, és akkor abból bukta lesz. Abból, abból, baj lesz, abból megint baj lesz, abból nem lesz jó dolog. De hogyha elhiszed ezt, hogy te már Krisztusban új teremtésé lettél, hogy amikor egyesültél Jézus Krisztussal, akkor új teremtényé lettél, akkor rád az igaz, az igaz hogy minden tekintetben újjá lettél. A régi elmúlt és megváltoztál. Ez a valódi változás, amit Isten el tud bennünk végezni. És mindez nem tőled származik. Mindez Istentől származik, aki Krisztus által kibékített önmagával bennünket. Sőt, ránk bízta, hogy másoknak is segítsünk kibékülni vele. Isten ugyanis maga volt jelen Krisztusban, amikor kibékítette az embereket önmagával és eltörölte a bűneinkről szóló feljegyzést, és az erről szóló üzenetet pedig ránk bízta. Mi tehát Krisztus követei vagyunk az emberek között. Úgy kérünk és biztatunk benneteket, mintha Isten szólna általunk. Krisztusért kérünk titeket. Béküljetek ki az Istennel. Ahogy a Béla mondta egyszer, a fegyvert le lehet tenni. És ez a kibékülés ez nem feltétlenül arra vonatkozik, hogy hogy te haragba lennél az Istennel, hanem értsd meg, hogy az Isten békét kötött veled. Hogy az Isten már nem ítél téged. Nem akar ítélni téged. Ő azt akarja, hogy elhít, hogy a bűneidért, a régi életedért, a régi természetedért, az aratás, az ítélet, az Jézus Krisztusban megtörtént. És a múltaddal Jézus a kereszten egyszer s mindenkorra leszámolt. És békülj meg az Istennel, neked már nem kell vezekelned, neked már nem kell ítélet alatt élned. Ez, ez, nem opció. Hogyha elhiszed azt, ami a kereszten történt, akkor, akkor ennek az ellenkezője igaz. Sokszor tényleg úgy gondolkodunk róla, hogy bár Isten megbocsátotta a bűneinket, és bár Isten örök életet adott, mégis az múltunknak a következményeit egy életen keresztül viselnünk kell. És biztos, hogy a múltat sokszor, főleg a saját bűneinket és a hibáinkat, de a másokét is, amik bennünket sérelemként értek, nehéz feldolgozni. De én abban hiszek egyre inkább, hogy amikor megértjük az Istennek a kegyelmét, amikor megértjük az új teremtésnek a lényegét, akkor az Istennek a természet feletti erejét hozza be az életünkbe, és függetlenül a múltunktól tudunk egy boldog és harmonikus és kitejesedett életet élni. Tehát függetlenül attól, ami a múltban volt, Isten a te jövődet nem a múltad alapján akarja meghatározni. Nem azt akarja, hogy úgy gondolkodj magadról, hogy mivel ezt tettem az eddigi életem során, ezért az előttem álló x évet már így kell leélnem. És ez nagyon fontos, hogy bennünk hívünkben is átkattanjon ez a dolog. Hogyha te tudsz az új teremtésből élni, akkor tudd, hogy te nem vagy ítélet alatt. És ez csak hit kérdése. És ez annak a kérdése, hogy mennyire hiszed el azt, hogy ez az egyesülés, ez az azonosulás megtörtént Jézus Krisztusban. Ugye azt mondtam az elején, hogy amit én vetettem, azt Jézus Krisztus aratta le. És amit Jézus Krisztus vetett, azt pedig én arattam le. És ez egy nagyon jól hangzó mondat. És ahogy lapozgatom az igét, egyre inkább azt látom, hogy így is van. Szeretnék, nagyon sok ige van erről, de csak néhányat ezzel kapcsolatosan még megmutatni. A Galata 3.16-ban azt olvassuk, hogy az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak, és az ő magvának. Nem mondja, és a magvaknak, mint sokról, hanem mint egyről, és a te magodnak, aki Krisztus. E, Jézus Krisztus egy mag, azt mondja az ige. Jézus Krisztus egy ige, egy mag, amiben benne van a szent, és a tiszta, és a romolhatatlan élet. És azt mondja a Biblia, hogy mi ebből a romolhatatlan magból születtünk újjá. Jézus Krisztus egy mag, és amikor te befogadod őt az életedbe, akkor ez a mag ki fog kelni, és ennek lesz aratása. És elkezded learatni annak a következményét, hogy ez a mag kikelt benned. Úgy, az egész Galata 3 ír erről, de a, a végén úgy fejezi be a 26. verstől, hogy ti minnyáján Isten gyermekei vagytok Krisztus Jézusban. És ez a hitetek által valósult meg, mivel aki Krisztusba merítkezett be, az Krisztust öltötte magára. Ebben a tekintetben tehát nincs többé különbség zsidó és görög, rabszolga és szabad, vagy férfi és nő között. Mert Krisztus Jézusban mindannyian egyek vagytok. Ha pedig Krisztushoz tartoztok, akkor Ábrahám leszármazottjai vagytok, az Ábrahám magva vagytok, és egyúttal örökösei mindannak, amit Isten Ábrahámnak és a leszármazottjainak ígért. Azt, amit Ádám vetett, azt a bukott emberi természetet elkezdtük mi is learatni. Aztán mi még hozzápakoltuk a magunk részét, ugye a magunk bűneit. És uh, Jézus Krisztus a kereszten ennek a uh, vetésnek uh, az aratását megvalósította, learatta. Nagyon csúnyán learatta. Tehát nem igaz az, hogy a bűneinknek nincsenek következményei, mert vannak. De ott az a kereszten uh, Jézus Krisztuson azok a következmények beteljesedtek. Viszont azt mondja a Biblia Jézus Krisztusról, hogy ő egy mag, és amikor őt befogadod a szívedbe, mint akiről úgy beszél a Biblia, hogy Ábrahámnak a magva volt, akkor te is azzá válsz. Azt mondta magáról Jézus, hogy ha a gabona mag egy maga marad, ha el nem hal, akkor egy maga marad. De hogyha elhal, hogyha odaadja magát, akkor sok gyümölcsöt fog teremni, sok új magot fog létrehozni. És ez történik meg, amikor egy búzamaggal akarsz valamit csinálni, akkor azzal nem fogsz tudni nagyon mit kezdeni. De ha elveted, akkor annak sok újabb búzamag lesz a gyümölcse és az eredménye. És itt történt ez Jézus Krisztussal is, hogy ő volt a mag, és amit ő elvetett, azt mi learatjuk, és mi is ugyanolyan magokká válunk. Ugyanaz az élet, ugyanaz a szentség, ugyanaz a tisztaság, ugyanaz a békesség, ugyanaz a hatalom, ugyanaz az Isteni erő, az, ugyanaz az Isten fiúság ott van bennünk, ami Jézus Krisztusban benne volt. És mi nekünk van lehetőségünk ebben élni, ebben mozogni, ebben járni. Amikor Jézus Krisztus meghalt a kereszten, akkor ez akkor történt, amikor a zsidó nép ünnepelte a, a páskát, és Jézus Krisztus, mint páskabárány feláldoztatott miértünk. Aztán amikor a, az ő teste a sírban volt, akkor pedig ünnepelték a kovásztalan kenyereknek az ünnepét. Azt az ünnepet, amikor nem lehetett, ugye és nem is lehet a mai napig a hitüket gyakorló zsidó háztartásokban ilyenkor, nem lehetett kovász még a házban sem. És a kovász nem minden esetben, de sok esetben a bűnt jelképezi az igében. És Jézusnak a teste, mint egy kovásztalan kenyér, amiben nem volt bűn, ott volt a sírban. És amikor eljött az első zsengének az ünnepe, ami arról szólt, hogy az árpa volt, ami a leghamarabb beérett, és az első kévét meglengették az Isten előtt, akkor első kéveként ebből, az, ebből, a romolhatatlan magból Jézus Krisztus feltámadt a halálból. És ő volt az első zsenge, ő volt az első kéve. Pál apostol, illetve Péter apostol, amikor a pünkösd alkalmával megtörténik a Szent Szelemnek a kiáradása, akkor ezt összefoglalja mindezt azoknak az embereknek, akik összetódulnak ott, látván, hogy ahogy a Szent szellem működik rajtuk, rajtuk és rajtuk keresztül. És uh, úgy fogalmaz az Abcsel 2.23-28-ban, hogy Jézust a kezetekbe adták, ti pedig gonosz segítség, a gonosz segítség, gonoszok segítségével keresztre feszítve megöltétek. Isten azonban előre tudta, hogy ez így lesz, mert minden az ő terve szerint történt. Jézus elszenvedte a halál fájdalmát, de Isten feltámasztotta őt, mert lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa. Hiszen Dávid is ezt mondja róla. Magam előtt láttam az urat mindenkor, mert ő nekem jobb kezem felől van, hogy meg ne tántorodjon. Annak okáért örvendezett az én szívem, és vigadozott az én nyelvem, annak felette az én testem is reménységben nyugszik. Mert nem hagyod az én lelkemet a sírban, és nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. Máskor is elmondtuk már, hogy az a tény, hogy Jézus Krisztus feltámadta a halából, nem egyszerűen csak azért az evangéliumnak a része, mert mi is fel fogunk támadni hanem azért is egy nagyon-nagyon fontos információ, mert azt mondja itt Dávid, amikor ebben a Zsoltárban profétál Jézus Krisztusról, hogy és nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. Jézus Krisztus tökéletesen szent volt. Tehát nem volt benne semmi, ami rothadásra lett volna méltó, ami rothadásra volt ítélve. És mivel Jézus Krisztusban nem volt bűn, ezért Isten őt kihozta a halálból. És azért fontos ezt látnunk, mert ez az a mag, aminek az első zsengéje Jézus Krisztusnak a feltámadásában meg lett lóbálva az Isten előtt. És ami a reménységünk. És mi ebből a romolhatatlan, szent és tiszta magból születtünk újjá. És aztán uh, folytatja Péter a prédikációját, és azt mondja uh, végső következtetésként azoknak, akik őt hallgatják, az Abcsal 2.38-39-ben, hogy térjetek vissza Istenhez, és merítkezzetek be mindannyian Jézus a Messiás nevébe. Isten meg fogja bocsátani a bűneiteket, és megkapjátok a Szent Szellem ajándékát. Mert az ígéret nektek szól és gyermekeitek, gyermekeiteknek, meg azoknak is, akik távol vannak, mindenkinek, akit Istenünk az örökké való magához hív. Tehát Pál el, illetve Péter elmondja azt, hogy mi az út ahhoz, hogy az, amit azok az emberek láttak ott, és ahogy az evangélium bement a szívükbe, és hogy hallották azt, ami Jézus Krisztussal történt, hogy ez az, az ő, ő életükben is hát csúnya szóval élve gyakorlati hasznot hozzon. És három dolgot mond itt Péter. Az első az az, hogy térjetek vissza Istenhez. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a régi emberi természet a kereszten halára lett ítélve. Ezért nekünk is a régi emberi természetünket halára kell ítélni. Ne legyenek illúzióink. Ha a régi emberi természet szerint akarunk élni, akkor annak mindig csúnya aratása vége. És annak rossz következményei vannak. De Isten nem erre hívott el bennünket. Isten nem, arra, nem azért szült bennünket újra, hogy még mindig a régi életünk szerint éljünk, hanem azért szült bennünket újra, hogy újat kezdjünk. Ezért az első fontos lépés, az első fontos állomás az a megtérés. Egész pontosan a megtérés azt jelenti, hogy a gondolkodás módunknak és az életvitelünknek a megváltoztatása. Az, amikor azt mondja itt az ige, hogy térjetek vissza Istenhez, ez azt jelenti, hogy fordulj meg hogy hagyd abba azt az életedet, amit te szerint éltél. És értsd meg, hogy Isten sem így akar rád tekinteni. És nem azt akarja, hogy ebből élj. Jézus Krisztus nem azért halt meg a kereszten, hogy te aztán ne kezdjél ezzel semmit. Hogy kihasználatlanul, kiaknázatlanul hagyjad ezt a nagy lehetőséget hogyha te még mindig a régit próbálod meg foltozni, próbálod meg javítgatni, akkor, akkor, nem vetted észre az Istennek a kegyelmét, nem vetted észre Jézus Krisztusnak a megváltó munkáját, ami érted történt. Ez, ez, óriási felelőtlenség. Ez egy óriási kihagyott zicser. Amikor ott van a csatár, és ott tátong az üres kapu, és teljes erőből fölé rugja. Akkor, euh, akkor, az egész stadion fogja a fejét, hogy hogy lehetett ekkora helyzetet kihagyni. És hogyha te ugyanígy nem veszed észre, hogy Krisztusban új teremtés vagy, nem akarsz megtérni, nem akarod halába adni a régi önmagadat, akkor ugyanez történik veled, hogy ott van az üres kapu, csak be kéne gurítani a labdát, és egyszerűen fölélövöd, vagy leülsz, és nem csinálsz semmit. Ez baj, ez tragédia, de Isten nem ezt akarja. Isten azt akarja, hogy az új teremtésedből élj, hogy te egy új emberré legyél. Sőt, hiszem, hogy már az is vagy. Ezért ne engedd, hogy bárki az ellenkezőjét bemagyarázza neked. Hanem gyere ide az Isten tiszteletre, és azonosulj újból és újból Jézus Krisztussal. Vedd birtokba, ami a tiéd. Hallgassd az igét. Engedd, hogy ez Fölépítse benned ezt a hitet. Engedd, hogy a dicséretben egyé váljál vele, azonosuljál vele, hogy az ő indulatai, az Istennek az indulatai, az Istennek a vágyai benne legyenek a szívedben, megszülessenek a szívedben. E, és élj mindazokkal a szentségekkel, amik az Istennek a szentségében részesítenek téged, és amik ezt valóságá teszik a számodra. Szóval azt mondja Péter, hogy először is meg kell térned. Hogy hozz egy döntés, hogy te befejezed azt, ami eddig volt. És én ma erre szeretnélek téged hívni, hogy hozz egy döntést, hogy fejezd be a régi emberi természet szerint való élést. És higgy abba, hogy új teremtés vagy. A következő, amit mond Péter, hogy... És merítkezzetek be mindannyian Jézus a messiás nevébe. Azaz, azonosuljatok Jézus Krisztussal. Kedden lesz bemerítkezés bemerítés, vízkeresztség a Murány utcába, gyertek el. És ha már ez megtörtént veled, mindig föl szoktuk olvasni a bemerítkezendőknek, a megkeresztelkedendőknek a Róma 6 amikor is Pál olyan embereknek beszél a bemerítésről, akikkel már ez megtörtént. De Pál fontosnak tartotta leírni ezt, mert úgy látta, hogy az embereknek a szívében nincs valójában hit arra vonatkozóan, hogy mi történt ott akkor. És azt mondja, hát nem értitek? hogy amikor bemerítkeztetek, akkor azonosultatok Jézus Krisztusnak a halálával és az ő feltámadásával, hogy egy év váltatok vele, akkor miért akarjátok még a régi életeteket folytatni? Akkor még miért akartok mindig úgy élni, mint aki nem halt meg a bűnnek? Hiszen ti már meghaltatok a bűnnek, és éltek Istennek Jézus Krisztus által. És ezt mondja Péter is, hogy térj meg, hozd egy döntést, hogy befejezed azt, ami eddig volt. Nem fogsz újból kudarcot vallani. És ez egy nagyon fontos dolog. Sokszor az ember addig nem tud eljutni oda, hogy az Isten természetfeletti erővel beavatkozzon az életébe, amíg nem fedezi fel azt, hogy igenis egy csomó mindenben ő a hibás. Hogy ő tehet róla. Több olyan embert ismerek, aki mindenkit okol az életében történt összes kudarcért, csak nem fedezi föl, hogy az igazából a saját bukott emberi természete vitte őt oda. És el kell jutni a megtérésnek a. Pontjára, a megbánásnak a pontjára. A tékozó fiú is így volt ezzel, ott a moslékos vájúnál megtalálta a megbánásnak a helyét, a megtérésnek a helyét. Amikor szembesült azzal, hogy na én erre voltam képes, megkaptam az apám összes vagyonát, és most itt térdelek egy moslékos vájú mellett, és iszonyatosan éhes vagyok, és csak ácsingózok arról, hogy milyen szép életem volt ott. Viszont még akkor is, hogyha te már keresztény vagy talán régóta, és hívő ember vagy, és úgy érzed, hogy a régi emberi természetedből adódóan egy csomó bukás történt veled, akkor tudjad, hogy ugyanúgy, ahogy a tékozló hazament az atyai házhoz, és megdöbbentette az a fogadtatás, amiben része volt, tudnod kell, hogy Isten is ebben a fogadtatásban részesít téged. Ez a tékozó fiú akkor is az atyának a gyereke volt, amikor ott térdelt a moslékos vájú mellett. És amikor a megbánás helyét megtalálta, és azt mondta, hogy jó, akkor én most inkább úgy fogok élni, bár nem számított rá, hogy visszakerül a régi pozíciába, de hazamegyek az apámhoz, és megpróbálok újból az apám gyerekeként élni, még akkor is, hogyha csak a ház küszöbén tudom meghúzni magamat, mert ugye jobb a nap az úr házának a küszöbén is, mint ezer a gonosznak a sátorában, Hazament, és a legnagyobb megdöbbenésére az apa visszahelyezte a régi pozíciójába. Ugyanúgy a fia lett. És hidd el, hogy ez veled is így van. Isten nem azt akarja neked mondani, hogy, hogy gyere, és most már aztán nagyon szedd össze magad, mert még egyszer ezt nem fogjuk eljátszani. Hanem visszahelyez a pozíciódba, és visszahelyez abba a hitbe, hogy te igenis az Istennek a gyereke vagy, hogy te új teremtés vagy, hogy a régiek elmúltak, mert ő pontosan tudja, hogy ez az egyetlen egy esélyed. Nincs más esély. Csak az új teremtés, csak az, hogy az Isten gyerekévé váltál, amikor újjászülettél. Szóval meg kell találni a megtérésnek, a megbánásnak a helyét, és ez egy nagyon fontos dolog. Fölfigyeltem erre, hallgattam egy tanítást, és valaki azt mondta, hogy, hogy milyen érdekes, hogy, hogy Máté, amikor megírja az evangéliumot, akkor úgy beszél magáról, hogy Máté a vámszedő. És Pál is, ezt már csak én teszem hozzá, Uh, úgy uh, határozza meg magát részben, hogy a bűnösök közül én vagyok az első, mert én üldöztem az egyházat. Tehát ne feledkezz meg arról soha, hogy mire vagy képes a magad erejéből. Ez nagyon fontos. Mert ahogy megpróbálod a saját erődből, el fogsz hasalni. Abból baj lesz. De hidd el, hogy te már nem az vagy, Emlékezz rá, mert fontos látod, hogy csak Isten kegyelméből válhatsz azzá, aki Isten elképzelte, hogy neked lenni lenned kell. Na ez egy nagyon félre sikerült körmondat volt, de értsétek jól. Pál is azt mondja, hogy többet tettem, mint az összes többi apostol együttvéve. De nem én, hanem az Istennek a velem levő kegyelme. Hogy az Isten kegyelméből vagyok az, aki vagyok. És hogyha te a régi emberi természetedből akarsz élni, Nekem az a meggyőződés, hogy a Galata 6 más összefüggésben beszél erről, de mint alaptörvényszerűség igaz. Azt mondja, hogy, hogy ne tévejegyétek, Isten nem csúfoltatik meg. Akit a testnek vet, az a testéből arad veszedelmet. Ez olyan értelemben igaz, hogyha az, egész pontosan azt mondja ott az ige, hogy aki a testből vet, mivel a test romlandó, a testnek vetsz, ezért a testedből romlandóságot tudsz csak learatni. De ha a szellemnek vetsz, akkor a szellemből fogsz aratni örökkévaló dolgokat. És ez abban az értelemben mindenképpen igaz, hogyha te még mindig a régiből akarsz élni, és abból akarsz vetni, akkor annak romlása vége, pusztulása vége, nem fog menni. Ez most borítékolható. Különben nem lett volna szükség a megváltásra. De a megváltás megtörtént, és te új ember vagy. Ez az igazság. Szóval Péter azt mondja, hogy térjetek vissza Istenhez, merítkezzetek be mindannyian Jézus a messiás nevébe. Isten meg fogja bocsátani a bűneiteket, és megkapjátok a Szent Szellem ajándékát, mert az ígéret nektek szól, és a gyermekeiteknek, meg azoknak is, akik távol vannak, mindenkinek, akit Istenünk az ő örökkévaló magához hív. Most ez az idő van. Isten azt akarja, az az Istennek a szándéka, hogy minden ember újjászülessen. Azt mondja itt Pál, illetve Péter hogy amikor látják az emberek, hogy hogy árad ki a Szent Szellem, hogy ez az, amiről Joel Profita szólt, hogy azokban a napokban minden testre kiöntöm az én szellememet. Társadalmi rangtól, származástól, kortól, nemre való tekintettől függetlenül. És hidd el, hogy ez a lehetőség a tiéd is. Ez nem bizonyos kiváltságos oké, ez a tiéd is. Ebben az időben Isten minden testre kitölti az ő szellemét. És Isten azt akarja, hogy az Isten szelleme ezt az újjászülő munkát végezze el benned. Amikor ezek az, ezek az, apostolok beteltek szent szellemmel, akkor egy szellemé váltak az Istennel. És az a Péter is, aki előtte megtagadta Jézus Krisztust, kiállt a tömegelés, felszóval hirdette az evangéliumot. Mert más ember lett. Mert megtörtént ez az azonosulás Jézus Krisztussal, a Szent Szellem által. És végezetül egy igét szeretnék még felolvasni nektek, bátorításként a Lukács evangéliumának a negyedik részéből, a 18. és a 19. verset. Nió néhány hónappal ezelőtt beszéltem erről az igéről, és akkor mindenképpen súroltuk valahogy ennek a fontos kijelentésnek a felszínét, és most még egy lépéssel próbálunk mélyebbre jutni ebben az igében. A Lukács 4.18.19 arról szól, hogy Jézus elmegy a Názáreti sinagógába, abba a városba, ahol felnevelkedett, és felolvassa az Ézsaiás profita könyvéből azt a részt, ami egy messiási profécia, és ami arról szól, hogy Isten az ő szabadítóján, a messiáson, a Krisztusán keresztül milyen munkát fog véghez vinni. És Jézus felolvassa ezeket a sorokat, és utána azt mondja, hogy ma teljesedett be ez az írás a tifületeknek a hallatára. Tehát magyarul azt mondja, hogy én vagyok az a messiás, aki ezeket véghez viszem és aki ezeket megcselekszem. És uh, amikor már nagyon-nagyon sokat jár, olvastam ezt az igét, akkor figyeltem fel arra, hogy uh, igazából az Istennek a szabadítása, a szabadon bocsátás, a megszabadítás, az kétszer szerepel ebben az igében és, uh, Gondoltam arra, hogy mindenképpen lehet ennek valamilyen jelentősége, mert addig mindig úgy fogalmaztam meg magamban ezt, hogy igen, nagyon sok mindennek, a rabjai, rabjává tud válni az ember, és Jézus megszabadította a démonoktól az embereket, és ez valószínűleg utal arra, hogy amikor a messiás eljön, akkor ki fogja űzni a démonokat az emberekből. És ez meg is történt. Jézus amerre szolgált, megszabadította az embereket a gonosz lelkektől, akik gyötörték őket, és nagyon sok démonizáltnak az élete megváltozott, mert Jézus Krisztus valójában szabaddá tette őt. És a következő... A dolog, ami, ami amikor másodszor szerepel a, a szabadítása itt ezen a helyen a messiásnak, az úgy szól, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat. Tehát, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat. És ahogy annó is elmondtam, fölfigyeltem arra, hogy itt a trauma kifejezés szerepel, ami azt jelenti, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy szabadon bocsássa azokat az embereket, akiknek az életében volt valamilyen trauma. És ez a trauma, amit lehet, hogy mások okoztak neki, vagy ő okozott saját magának, ez meghatározta onnantól kezdve az egész sorsát, az egész további életét. És biztos, én a magam életében tudok több mondani, amivel úgy gondoltam, hogy már nekem az életem végéig együtt kell élnem ami már engem egy csomó mindenben az életemnek a különböző területein egy rabságban fog tartani. Talán az egyik ilyen legnagyobb trauma volt, az az volt, amikor öt és fél évesen meghalt az édesanyám. És gyerekként ugye nagyon nehezen dolgoztam föl. És úgy éreztem, hogy ez az egész további sorsomat meghatározza. Hogy volt egy trauma az életemben, ami meghatározza a jövőmet. Hogy milyen emberré leszek hogy milyen érzékeny leszek, hogy milyen sérülékeny leszek. Nem akarok személyeskedni, meg nem, félre ne értsétek, egyáltalán nem sajnáltatni akarom magamat, mert hiszem, hogy Isten engem ebből már megszabadított. De azt mondták, akik engem láttak, én egy nagyon anyás gyerek voltam. Négyen voltunk testvérek, amikor meghalt az édesanyám, én voltam a harmadik. De amikor meghal, megszületett a hugom, akkor az édesanyám már beteg volt, és igazából nem is tudta már nevelni. És utána még egy évet élt, és a hugom egy éves volt, amikor ő meghalt, már mint az édesanyám. De én voltam a legkisebb gyerek, aki még úgy kapcsolatban volt az édesanyával. És én tipikusan az a, az a bújós, anyás gyerek voltam. És azt mondták, akik láttak engem, hogy amikor meghalt, akkor én lehúztam a rolót. És nem engedtem közel magamhoz senkit. Tehát történt egy, egy trauma, és ez rányomta a bélyegét arra, hogy én hogyan fogok az emberekhez viszonyulni. Aztán, hogyha nagyon őszinte lennék, akkor elmondanám azt, hogy magamnak hogyan okoztam traumát. De az nem biztos, hogy építő lenne. Tehát amikor én magam okoztam nagy törést a saját életembe, a bűneimmel, és sokszor úgy vagyunk ezzel, hogy azt gondoljuk, hogy, hogy mivel ezt tettem, ezért ennek a következményét nekem már egy életen keresztül viselnem kell. És ebből nincs szabadulás, ebből nincs kimenekülés. Igen, elfogadom azt még úgy, ahogy is, hogy Isten megbocsátott nekem, és örök életem van. De hogy nekem ezzel már életem végéig együtt kell élni, és ennek egy csomó súlyos következménye ott lesz az életemben, és én már nem tudok igazából boldog lenni. Mert ha még egy jó dolog történik is az életemben, akkor várom, hogy mikor jön majd cserébe a rossz, mert azért az Isten nem felejtette el azt, ami történt. Ez nagyon ott van a gondolkodásunkban. De Jézus azt mondja ezen a helyen, hogy én azért jöttem, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat. Tehát azokat, akiket valamilyen trauma ért. Ott van a Samáriai Asszonynak az esete. Oda megy Jézushoz, és elkezd vele beszélgetni. És uh, vizet kér tőle. És azt mondja Jézus a Samáriai Asszonynak, hogy ha te kértél volna tőlem vizet, akkor én olyan vizet adtam volna neked, ami téged végleg megelégít. És Jézus pontosan tudta, hogy ennek az asszonynak az életében van egy hiány, amit nem tud megelégíteni. Egy örökös vágy, hogy neki már így kell leélni az életét. És utána Jézus pillanatok alatt szembesíti a múltjával, és megmondja pontosan a samáriai asszonynak, hogy milyen életet élt addig. Hogy eddig Négy férjed volt, és akivel most együtt élsz, ez nem is a férjed. De ettől függetlenül az az üzenete számára, hogy hogyha hiszel én bennem, akkor neked a bensődből egy élő vízforrás fog felfakadni. Ezt elmondtam kedden is, hogy én úgy látom ezt a képet, hogy amikor az Istennek az igéje, az Istennek a magja, ami vízforrás, ami víz, ami újjászül bennünket, mert azt mondja Jézus, Nikodémusnak, hogy szükséges néktek újonnan születnetek, víztől és szent szellemtől, az Istennek a kijelentéséből, az Istennek a vízéből, Amikor ezt, az, ezt a, az Istennek az igéjét, aki maga Jézus Krisztus, ezt a szent és tiszta és romolhatatlan igét befogadod a szívedbe, akkor az fölfakaszt benned egy forrást, egy életnek a forrását, egy új életnek a forrását. És ez olyan, mint amikor egy, egy állott pocsolyába fölfakad egy forrás. És ahogy folyik belőle ki a friss, tiszta víz, elkezd kitisztulni a pocsolya. És valahányszor bedugják a forrást, akkor megint kezd a víz állott lenni. De amikor kitisztítják a forrást, és elkezd belőle jönni ez a víz, akkor ez tisztára mossa a pocsolyát. És tisztára mossa az én életemet, meg a te életedet is. És az az üzenetem ma felétek, hogy Isten azt szeretné, hogy fejezd be a régit. És hidd el azt, hogy Isten a te jövődet nem a múltad alapján akarja meghatározni. Vedd észre, hogy nincs értelme úgy élni. Neked egy esélyed van, hogy az új teremtésből, az új természetedből élj. De hogyha ebbe tudsz hinni, és elhiszed, hogy ez rád igaz, akkor te kaptál egy esélyt egy teljesen új életre. Isten nem egyszerűen csak azt mondja, hogy jó, adok neked tiszta lapot. Próbáljuk meg újból hanem Isten megad neked minden szükségest ahhoz, hogy te valóban tiszta lappal tudjál indulni, és hogy egy más minőségű életet éljél. Nem kell, hogy az, ami régen történt, befolyásolja a jelenedet és a jövődet. És hogy azok a traumák, amiket saját magadnak okoztál, azok meghatározzák azt, hogy te ezeknek a fogságában lássad a jövődet, a sorsodat. Isten jót készített neked, jót tervezett a számodra. Sokan elmondják, hogy az, amilyen felelőtlenül éltek mondjuk a párkapcsolataikban, mondjuk mielőtt megtértek, annak sokszor a következményeit még most a hívő életükben is viselniük kell. Ez természetes szinten így van, a házasságban. Vannak olyan, olyan sebek, olyan, olyan problémák, amiket egyszerűen nem tudnak túllépni. De amikor, amikor, elhiszed azt, hogy a réginek vége van, akkor Isten, én azt hiszem, hogy természetfeletti erővel bele nyúl az életedbe. És újjá teremti a dolgokat. Ez az új teremtésnek a lényege, hogy Isten újjá teremti a dolgokat. A lelkedet, a szívedet egy új állapotba hozza, tiszta állapotba hozza. És ez az, amit Isten akar kínálni. És ez azt akar, hogy ezt hirdessük az embereknek, hogy be lehet fejezni a régit, és lehet egy újat kezdeni. Erre szeretnénk most lehetőséget adni, és szeretném a Ferinek átadni a szót. Mert ő szeretne szólni azokhoz, akik úgy vagytok itt még, hogy még egyáltalán nem fogadtátok be Jézust a szívetekbe. De utána, hogyha nekik az evangéliumot kiérdettük, szeretnénk mindenkivel imádkozni, aki úgy érzi, hogy szüksége van arra, hogy ezek az igazságok, amik ma elhangoztak, megerősödjenek a szívetekben. Úgyhogy Feri, gyerekélek.